3. Az akkumulátorgyárhoz kapcsolódó további ilyen ügy, amit képviselek, az a környezetkárosítás bűncselekmény törvény tényállásának módosítása. Én elsősorban azt szeretném, hogy Debrecen város önkormányzatával tudjuk ezt az ügyet vinni. Konkrétan arról van szó, hogy jelenleg most ez a törvény tényállás, egy rendkívül nyitott törvény tényállás, ami az elkövető számára menekülési lehetőséget ad, hogy büntetlenül megúszon egy ilyen elkövetési magatartást.